ha ezt egy plakátra nyomjuk, akár ez egy film is lehetne. Óriás ugrások, látványos emelések egy fotóműteremben. Ez jó ez a nézés, Dávid. A mozdulatok előkészítésére szolgáló viszonylag kevés hely ellenére a balettművészek egy-egy pillanatba, néha elképesztő mozdulatokba sűrítik az egyes darabok legjellemzőbb karaktereit. A Magyar Nemzeti Balett művészeiről készülnek ezek a lenyűgöző felvételek. Az első balett repertoár fotózás 2014-ben követtük el, és nagyon fontos a személyes kontakt, hogy már ismerjük egymást, és változatlanul Solymosi Tamás balettigazgató irányításával dolgozunk. Az a kezed már túl magasan van, azaz, aha. Uh-huh. A jelmez, a smink, a haj is sokat segít azonosítani egy darabot és a szereplőit. Ahora llevo el traje de corsario de primer acto. Es hermoso, me encanta. Ahora pues nada, está más supongo que cargada con los chicos o alguna drama que pongan, pero está más realmente lo está haciendo muy bien y nos guía muy bien. Adolf Adam a Kalóz című romantikus balettjéhez készül ez a fotó a Magyar Nemzeti Balett brossúrájába. A kiadványban a repertoáron lévő darabokra jellemző pillanatok megragadása a feladat. A jelmezek ebben nagyon sokat segítenek, mert nyilván azok sokkal egyértelműbbé teszik, hogy milyennek a fotónak és milyennek a darabnak a témája meg a stílusa, de alapvetően amit mi ehhez hozzá tudunk tenni, az a dinamikája. Nagy koncentrációt igényel, de a lehető legjobbat kihozzuk magunkból, hogy tényleg a Tamásnak is, meg a mi elképzeléseinknek is megfeleljen. Általában körülbelül, hát ilyen 200-szor biztos megcsináljuk a pószt, és megcsináljuk az ugrásokat, mire az elfogadható állapotba kerül. Most tartunk a 199-nél, remélem a következő lesz a legjobb. A darab 1856-os Párizsban bemutatott koreográfiáját többször is átdolgozták már. A Magyar Nemzeti Balettét Pötipa és Szergejev átdolgozása nyomán Anna-Mari Holmes és Solymosi Tamás készítette. A balettigazgató a Kalóz fotóját is lényegében koreografálja. Valami olyasmit próbálok kreálni, ami egyébként maximális emlékeztet minket a Kalózra. Természetesen picit eltérünk a mozdulatokkal, de valójában, ha az egészét nézzük, akkor visszaadja azt a lendületet, azt a sodrást, amit ez a darab egyébként már jó hányszor bizonyítva a nézőknek adott. A hogyanba jövök én, hogy világítunk, milyen háttérben mit csinálunk, a szereplők arcának, emóciójának a mozgatása az, ami az érre szortom, és ez egy ilyen klassz csapatmunka. A tökéletes, kifejező mozdulat kivitelezése a feladat, ami egy történetet mesél el, a megörökítése pedig a legtöbbször nem megy egyik pillanatról a másikra. 1, 2, 3 Itt nagyon élvezem az itteni létet, hogy többször ismételhetünk meg egy pószt. Kihozhatjuk belőle a maximumot, és ez a színpadon nem adatik meg. Tehát ott egyszeri alkalommal egyszer kell jól sikerülni a dolognak. A tökéletes felvételekhez a fodrászok, sminkesek, öltöztetők, és persze a művészek, a balettigazgató és a fotóművész sok napi munkájára van szükség. A végeredmény mégis légies. I think it's not usually you see in the life, you know, two people jumping and they in the perfect position. I think it's they should think, it's very hard, but they do so easy. Vicsorítás lehet. De mai digitális világban gondolhatnánk, hogy minden annyira tökéletes, pont ott ugrik, hogy lehet ez, és biztos nem. Tehát ez egy alapvetése a repertoár, balettrepertoár fotózásunknak, hogy itt semmiféle digitális hókusz-pókusz nem történik. Hogyha valakin valami sérülés, valami olyan, azt esetleg orvosoljuk, de a mozdulat és az igazsága annak, a mozdulatnak annak meg kell lenni.
Ahogy a korábbi kiadványok, úgy az aktuális szereposztásokat, újabb darabokat tükröző balettrepertoár brosúra is rengeteg látványos fotót tartogat majd.